Üdvözlet mindenkinek az infobubble.hu weboldalon. 2022. november 13-ai ez a cikk rakita.hu-n. Az agyunkba juttatott nanorobotokkal egyszer talán a teljes tudatunkat lementhetjük és átélhetjük mások érzéseit. Hogy mi ebből az igazság ki tudja, azonban talán emlékeznek arra videóra, legalábbis a többség, hogy 2020-ban Elon Musk bemutatta a Neuralink prototípusát, még talán az Infobubble pont azt hiszem, az infobából YouTube csatornán erről lehet majd videót nézegetni, amikor a disznóba beütették azt a chipet. stb. Most meg nem mondom, hogy mi a címe ezeknek a dolgok állása volt ez talán még régebben egy-két éve. Szóval ez kezdte el az egész agy és számítógép interfész dolgot, kapcsolat dolgot, ugye a köztudatba behozni. Nem is véletlen az, hogy azt írják, hogy rendkívüli dolgokat ígér Elon Musk, amelyeket eddig legfeljebb a sci -fi filmekben láthatunk. Gondolatokkal kommunikáció, szuperlátás, képességek elsajátítása, tanulás nélkül, emlékeink visszanézése, vagy akár a teljes elménk letöltése egy robot testbe. Azok, akik elég idősek, talán emlékeznek egy 1995-ös filmre, melynek címe Strange Days, azt hiszem, hogy magyarul a halál napja volt, egy relatíve hosszú, több mint két órás film, ahol a jövőben, legalábbis az akkor ahhoz képest, a jövőben lehet, hogy ez most, a, most a jelen lenne, az emberek képesek letölteni az emlékeiket valamiféle ilyen agy, számítógép interfész dologra, és azokat egymás közt cserélgetni aztán közeledik a, az ész az utolsó estéje ugye az új év és akkor akkor forog az egész történet de de a lényeg az hogy már 1995-ben ez az elmélet létezett meg persze sokkal korábban de hogyha valaki érti a filmeket akkor az tisztában van azzal hogy hogy az egésznek az a lényege hogy a jövőt megpróbálják valamilyen módon a, a elhozni ide a jelenbe, hogy az emberek elfogadják azt, és egyértelmű, hogy, hogy mi, mi ott abban az időben a századfordulóra mindenféle a harci állapotokat jósoltak, meg, meg utcai zavargásokat, és egy teljes futurisztikus káosz alakult ki abban a világban, ami ugye a Strange Days, vagy a halálnapja narratívának a, a közege. Szóval hogy most ez, ez valóság válhat én szerintem az elitnek az a célja, hogy valami ilyesmi létrejöhessen hisz ez jelenteni számukra a, az örök életet, ugyanis a, a, a kulcs kérdés a világban amiért dolgozik az elit az az örök élet valahogyan megkerülni a Teremtőt és engedetlenséggel is elérni azt hogy örökké élhessünk de egyébként ez nem is rossz ez a film amennyire én emlékszem, de hát ez már régen volt, hogy én láttam úgyhogy akit érdekel, az, az meg tudja nézni Strange Days, a halál napja a lényeg azonban az, hogy amiről itt ír rakéta.hu hogy hogy a legfeljebb a szifükben láthattuk ez azért van, mert a filmek elhozzák nekünk a jövőt, hogy az embereket hozzászoktassák ahhoz, ami következik. Gondoljon csak mindenki például a Captain America polgárháborúra, vagy a Purge sorozatra, amikor egy 12 órás periódusra minden bűn megengedett. Ezek, ezek mind azt az állapotokat vetítik előre, ami felé közelítünk. Összeomlik az ellátórendszer, kitől a háború, energiaválságban, és kialakul az a disztópikus jövő, amit ezekben a filmekben már olyan sokszor lefestetek nekünk. A kaliforniai Berkeley Egyetembe, Egyetem kutatói egy egész új elméletet fogalmaztak meg, és arról beszéltek a Frontiers of Neuroscience magazinban, hogy míg a Neuralink és számos más vállalat jelenleg koponyába ültethető elektródákkal kísérletezik, a Berkeley kutatói értekezésükben neurális nanorobotok alkalmazására tettek javaslatot, melyek segítségével sebészeti beavatkozás nélkül tudnánk összekötni agyunkat a felhővel, vagyis tulajdonképpen az egész internettel. Ez is a cikk címe Human Brain Cloud Interface, az az emberi agy és a felhő kapcsolata, illetve azt létrehozó nanorobotok bármilyen információhoz közvetlenül hozzáférhetnénk, létrehozhatnánk tökéletesen életű virtuális valóságot, vagy akár biztonsági mentést készíthetnénk a tudatunkról. Lehet, hogy a legtöbb ember tudatáról fölösleges biztonsági mentést létrehozni. De menjünk tovább. 2014-ben az EEG technológia segítségével Sikerült azt elérni, ez, ez egy mágneses stimuláció igénybevételével, hogy két egymástól több ezer kilométerre tartózkodó ember képes legyen gondolatokat közvetíteni egymásnak. Első alkalmat demonstrálva az úgynevezett hiperinterakciókban, avagy brain-to-brain -brain kommunikációban rejlő lehetőségeket számos cég dolgozik a szórakoztató iparban olyan gondolat érzékelő eszközökön, amelyek agyunk aktivitását mérve egyszerű utasítást tudnak eljutatni a készülékhez kapcsolt eszköznek, így többek között videójátékok, okos eszközök, hogy autók irányítását lehetővé -e téve mindezt gondolatokkal. Ezek természetesen még külső eszközök, amiket valamilyen úton módon az ember felvesz a fejére, és azon keresztül képes kommunikálni. 1992-es a film, a fűnyíró ember talán ismerik azok, akik még akkor tájt életben voltak. Most erre jutott eszembe, amit a fején visel, ugye ez egy tolószékhez kötött beteg, és itt is arról van szó, hogy valamilyen úton, módon a, mozgás korlátozott, az EEG sisak segítségével irányítja a kerekesszéket, ez a Lozáni Műszaki Egyetemen kifejlesztett eljárásnak köszönhető, tehát nem kell, nincs szükség arra a kis karra, hogy, hogy működjön ez a szerkezet, hanem egyszerűen csak a gondolataival tudja irányítani. Ugyanúgy, ahogyan a fűnyíró ember lényegében ugyanaz a történet, van egy fogyatékos, Fogyatéka élő, fűnyíró ember, aki ebbe a virtuális világba képes behelyezkedni ezen interfész, lényegében ez a sisak segítségével. De 92 az 30 évvel ezelőtt volt, és elfelejtettem, hogy mi a történt lényeg, de érdemes megnézni ezt is. Nem azért, mert olyan nagyszerű film, hanem ez, ezen okoknál fogva, hogy már, már akkor tudva levő volt, hogy mi a jövő. És a aztán na mindegy, nem akarom lelőni a poén, de a lényeg úgy, az mindenki számára érthető. Itt arról beszéltek az előbb, hogy próbálnak videójátékok, okos eszközök, autók irányítását lehetővé tenni, ebben a filmben meg hogy pontosan erről van szó, és a végén, a, vagyis közben a fűnyíró ember ilyen csodálatos képességekre tesz szert a, a sisaknak, meg a virtuális világnak köszönhetően. Szóval az elmélet, már akkor is létezett, mi szerint az ember valamilyen módon képes lesz kapcsolódni a, a számítógéphez. De ahogyan, ahogyan a filmben is, nekem egyőződésem, hogy a valóságban is ez rengeteg problémát fog felvetni, ugyanis nem lehet. Mindennek van egy ára, amit, amit csak hajlandóknak kell lenni, megfizetni azoknak, akik részt akarnak venni ebben, mint ahogy a filmben is. Ugye a súlyos következményei vannak annak, hogy, hogy ez az ember rákapcsolódik ilyen mértékben a, a, rendszerre, meg a számítógépre. Mi pedig most a valóságban már itt tartunk, ahol 30 év mutogatták nekünk, hogy mi, mi, az, ami lesz a jövőben. Felsorolják ebben a cikkben, hogy hol fejlesztenek ki különböző technológiákat, mint a John Hopkins egyetem, ahol mozgáskorlátozott agyhullámokkal irányított robotkar segítségével manipulálja a valóságot. Spanyolországban a 16 éve megvakult nő látását adták vissza a látásért felelős agyterület stimulálásával, Tübingeni Egyetemen szintén, Brown Egyetem, stb. stb. mindenki, akit érdekel, az megnézi ezt. Ebben az esetben egy lyukat vágnak a koponyán és közvetlenül az agy felületén helyezik el a mikroelektródákat. Vagy kérek meg mindenkit arra, hogy osszátok meg ennek a videónak a linkét, lájkoljátok a közösségi média oldalon a tartalmainkat, ez nagy segítség, és hogyha hasznosak találjátok a videókat, akkor támogassátok a munkánkat, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Ezt meg akartam mutatni villámgyorsan, hogy Jelenések könyve 13-as fejezetben azt olvashatjuk, ugye már ezerszer felolvastam, csak most a lényeget, azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadok a hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. Ez a bélyeg, ez egy jel, valami, ami bevésett, benyomott, beégetett, olyasmi jel, vagy egy bélyeg, amiről szó van hogyha megnézzük, mi a technológia, amit használnak, ebben az esetben lyukat vágnak a koponyán, is közvetlenül az agy felületén helyezik el a mikroelektródákat, nem mondom, hogy ez az a jel, de hogyha valakinek a koponyájába mikroelektródát helyeznek el, akkor az felfogható egy jelnek, hisz utána ott maradni fog egy bélyeg. De ha nem is így, és mondjuk valamilyen külső eszközre gondolunk, akkor mindenképpen olyasmi, ami látszódni fog, hogy az embernek a fején van, vagy a homlokán. De ráadásul a homlok azért is fontos, vagy az agynak az előső része, hiszen amint ezen az ábrán is láthatjuk, itt található a homlok lebeny, de egyébként a tervezés, a döntésnek a központja az pontosan itt van. Úgy, ahogy a beszéd, az írás, érzelmek egy része, premotoros és másodlagos motoros kéreg, szintén primer motoros kéreg. Infostarton arról írnak, hogy 20 éves korára az embereknek kifejlődik az agya, 80% fejlődik ki serdülőkor elejére, az utolsó 20%, ami a legfontosabb, az fejlődik ki legkésőbb, ez pedig nem más, mint a prefrontális, a frontális, vagyis a homlok lebenyi rész, ami legutoljára alakul ki, pontosan azok az idegkapcsolatok hiányoznak ezáltal a serdülőkorban, amelyek az érett, megalapozott döntéseket felelősek, amelyek a veszély felismerését, kockázat felmérését, jó döntések meghozatalát teszik lehetővé. Szóval, hogy ha ez az a terület, ahová kerül ez a bélyeg, akkor érthető most már, hogy miért is ezt választották, illetve fogja választani majd az ellenség, illetve a világ ugyanezt akar, ezt szeretné az atya is, mikor azt mondja, hogy, hogy közd ezeket a kezedre, és legyenek homlokkötőül a szemeid között, hiszen az embernek az ő parancsolatai vagy instrukciói vannak homlokkötőül a szemei között, akkor világos, hogy az azt jelenteni, hogy a döntések meghozatalánál az ő instrukcióit veszi az ember figyelembe, az alapján hozza meg a döntés, és ez az a terület, a homlok, az a frontális része az agynak az előső, ahol a döntéshozás történik. Ez szeretné, hogyha, hogyha ott lennének az ő parancsolatai, hogy, hogy úgy hozzuk meg a döntésünket, ha azonban az ellenség képes lesz rávenni az embereket arra, hogy a technológiának a segítségével rákapcsolódjanak az internetre, ugye ami itt a, a, a fő cél, ezzel a felhő interfész dologgal, akkor nem fogják tudni az emberek meghozni a döntést, azért, mert az a technológia meg fogja gátolni majd a, az előső részét az agynak abban, hogy, hogy tudatos döntés hozzon. Hogyha valaki quadriplégiában szenved, ami ugye teljes bénulás, akkor az egy kis áldozat, hogy ez a beavatkozást elvégezés utána vissza tudja nyerni a mozgás szabadságát. A synchron vállalat Brain IO névre keresztelt fejlesztése segítségével a nyakon ejtett kis vágással az ereken keresztül jutatják el az idegsejtek elektromos aktivitását érzékelő eszközt az agyba. Ezt már több páciensen sikerrel tesztelték. Ez elektródákból álló agyi implantátum és sztren, Stendrod a neve. Az agyi chip és számítógépre felszerelt, Szemmozgás követő eszköz segítségével képesek voltak önállóan használni a Windows-t, mesterséges intelligenciának köszönhetően pedig olyan összetett feladatokat is végrehajtottak, az internetes vásárlás vagy a banki ügyeknek az online intézése. De talán ez a következő a legbizarabb ötlet, ahol is arról van szó, hogy a UC Berkeley kutatói 2016-ban bemutatok egy nullális port, vagyis idegi por nevű szenzort, amely méretében fakadóan a test bármely részére könnyedén eljuthatható, és ott képes valós idejű visszajelzést adni a különböző szervek, izmok, idegsejtek működéséről. Ez egy ultrahangokkal üzemelő eszköz, és a bárokozások szerint hatásos lehet gyulladások, immunmegbetegedés, epilepszia kezelésére. Agy számítógép interfészek területén komoly előrelépést hozhat. Javaslom mindenkinek ezt a a linket, hogy olvas, ez egy 31 oldalas PDF, nagyszerűen össze van foglalva az idegrendszer agy működése alapfokon, ahogy nekünk kell, meg fogom osztani a videónak a leírásában. Egyelőre ez ennyi volt már, folytatni fogom ezt egy következő részben, de túl hosszúra nem akarom nyújtani. Köszönöm a figyelmet, hagyj kérek arra mindenkit meg, hogy osszátok meg a videó linkjét, lájkoljátok azt a közösségi oldalakon, illetve támogassátok munkánkat, mert az óriási segítség. Köszönöm mindenkinek. Leg, legjobbakat, szép napot és halleluja!